Munkahelyteremtés. 1200 új munkahely jöhet létre a következő években Szabolcs megyében. Nyíregyháza újra katonaváros. Tartalékos laktanyát adtak át a Szabolcsi megye székhelyen. Új városháza. 220 millió forintból készült el Dombrád új közigazgatási intézménye. Több mint 1200 új munkahely jöhet létre a következő években Szabolcs megyében, illetve a Nyírbátori térségben. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről Mencer Tamás államtitkár beszélt Nyírbogáton, aki hozzátette, a külügyminisztérium jelenleg 14 olyan beruházás vizsgál, amelyek a megyét érintik. A településen péntek délután több felújított útszakaszt is átadtak, ahol elhangzott, Nyírbogát 5 év alatt 40 projektnek köszönhetően fejlődhetett. Befejeződött egy újabb felújítás Nyírbogáton. Pénteken átadták a megújult Arany János utcát, de a pályázatnak köszönhetően stabilizálták a Pirítsei utat, az Istvántanyai bekötő utakat és a Jókai utcai járdát is. Korábban ezek az utak járhatatlanok voltak a kátyuk miatt, valamint a beruházás kezdetén derült ki, hogy nem minden szakasz volt az önkormányzat tulajdona, így azokat előbb meg kellett vásárolni, közölte a település polgármestere. A projekt összköltsége a Tanyára vezető két út és a Pirítsei út stabilizálása esetén közel 100 millió forint volt. Ezt a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatból valósítottuk meg. Az Arany János utca és a Jókai utca járdája esetén a Belügyminisztérium által kiírt két pályázatból, amely egyenként közel 17 millió forint volt. A felújítások minden esetben a lakosság életminőségének javítását szolgálják. A kormány célja, hogy minden településen egyforma feltételek mellett éljenek a helyiek, hangzott el az ünnepségen. Ennek érdekében a kormány 2010 után átvállalta a települések adósságait, elindította a Modern Városok, majd a Magyar Falu programot is. A következő években pedig több mint 1000 új munkahely jöhet létre a megyében és a térségben, közölte Mencer Tamás államtitkár Nyírbogáton. A külügyminisztériumban külgazdasági feladataink is vannak, és próbálunk minél több beruházást megvalósítani, behozni ide az országba, az ország különböző régióiba. És most a kollégák 14 olyan beruházást vizsgálnak, amelyet ide a megyébe szeretnénk, ide a térségbe szeretnénk behozni. Ezek a döntés előkészítő fázisban vannak, ezt így mondja a szakzsargon. De reméljük, hogy döntés is lesz majd, és hogyha a jelenlegi terveink szerint tudnak ezek megvalósulni, akkor több mint 1200 munkahelyet teremthetnek majd itt a környékben. A pénteki útátadás után fórumot szerveztek a községházán, ahol Mencer Tamás kiemelte, 800 ezerrel többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 2010-ben. A munkanélküliségi ráta is sokat javult, mint helyi, mind országos szinten. Az államtitkár hozzátette, október 13-án olyan polgármestert kell választani, aki garantálja a biztonságot és a fejlődést, valamint alkalmas a vezetői szerepre. A település jelenlegi polgármestere a fórumon elmondta, az elmúlt 5 év alatt 40 komplex projektnek köszönhetően több milliárd forintból fejlődött Nyírbogát, többek között bölcsőde épült, megújult az általános iskola épülete és a 471-es főút több szakasza. Magyarországnak legalább 30 ezer aktív és 20 ezer jól képzett tartalékos katonára van szüksége. Ezt a honvédelmi miniszter mondta Nyíregyházán egy tartalékos laktanya átadó ünnepségen. Benkő Tibor hozzátette, a Szabolcsi megyeszékhely mindig is jó példát mutatott a hazaszolgálatában. A katonai vezérkar számos tagja ma is ebből a térségből származik. Benkő Tibor honvédelmi miniszter érkezik Nyíregyházára, a Vitéz-Vattai Antal területvédelmi ezred laktanyájának átadójára. A miniszter beszédében elmondta, a magyar katonák végre visszatérnek Nyíregyházára, hiszen a megyeszékhely 150 éve katonaváros, azonban a rendszerváltás óta nem volt ilyenfajta honvédségi objektuma. Egy jól kiképzett, felkészített tartalékos katonára mindig szüksége van az országnak. Az országgyűlési határozat értelmében mi egy olyan 30 ezer, mondjam úgy, hogy hivatásos, szerződéses, vagyis aktív katonállományban gondolkodunk, és legalább 20 ezer fő önkéntes tartalékos katonába. A honvédelmi szolgálat a magyar emberek békéjét és biztonságát szolgálja, tette hozzá a miniszter. A laktanya átadó ünnepségen elhangzott, a Honvédség hazafias honvédelmi nevelési programjának egyik szintere a területvédelmi ezredek működtetése, amelyek többek között a tartalékosok felkészítésével is foglalkoznak.
Alapvető feladataink közé tartozik a területvédelmi tartalékos állomány kiképzése, felkészítése, valamint természetesen katasztrófavédelmi feladatokban történő részvétel, és adott esetben protokolláris feladatokban, többek között díszelgési feladatokban való részvétel. A nyíregyházi laktanyát a Magyar Honvédség második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoksága, valamint a Szabolcsi Magyar Honvédség 5. Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj parancsnoksága és kiképző százada foglalhatta el. Mintegy 220 millió forintból készült el Dombrád új városházája. A település polgármestere a pénteki átadó ünnepségen úgy fogalmazott, a közigazgatási intézmény új stílusú épülete a városvezetők és az ügyfelek munkájának megkönnyítése mellett alkalmas lesz közösségi programok lebonyolítására is. Ez az az új épület, amely a jövőben otthont ad a városvezetők és a köztisztviselők munkájának Dombrádon. A település polgármesterének elmondása szerint a 220 millió forintból épített új városháza mindenben megfelel a kor igényeinek, és valódi díszen ezt a város főterének. Belügyminisztériumi forrásból nyertünk 200 millió forintot 2 évvel ezelőtt, amit kiegészítettünk 20 millió forinttal saját forrásból, és hát egy ilyen csodálatos, egy impozáns, a környezetbe beilleszkedő, a városközpontban lévő épületet átadhattunk a mai nap. Azt gondolom, hogy ez a modern épület a jelennek és a jövőnek épült, a jövő generációjának, és a köztisztviselők is ezt egy olyan mai kornak megfelelő épületbe dolgozhatnak, és fogadhatják az ügyfeleket. A polgármester elmondta, a tervezővel közösen törekedtek arra, hogy az új épület ne csak az ügyintézéshez és a közfeladatok ellátásához nyújtson megfelelő színvonalat, hanem közösségi tér is legyen benne. Az alsó szinten a köztisztviselők irodái vannak, polgármester jegyzőiroda, ügyfélváró, pénztár, és az emeleti részen van egy 50 fő befogadására alkalmas tárgyaló, ahol nem csak a testületi üléseinket tudjuk majd bonyolítani, hanem konferenciákat, és a civil szervezetek előtt is megnyílik az ajtó, hogy a közgyűléseiket itt tudják majd lefolytatni. Seszták Miklós beszédében azt emelte ki, a térség fejlődésében nagy szerepe van annak, hogy a településvezetők együtt gondolkodnak. A kormánybiztos megjegyezte, Dombrád nagy múlttal rendelkező település, ám az új épület átadása már a jövőt szimbolizálja. Egy olyan új közösségi teret, új emblematikus épületet fogunk ma átadni, amit majd az utódaink 50-100, 150 vagy 200 év múlva egy képeslapon távolról, vagy itt a helyszínen láthatják. És azt gondolom, hogy minden egyes olyan fejlesztésnek, amelyikkel valamit létrehozunk, ez a lényege. Hiszen létrehoztunk valamit, amit a jelen hasznára, és talán a jövő dicsőségére építettünk. Az átadó ünnepségen elhangzott, Dombrád fejlesztésére az utóbbi 5 évben mintegy 1 milliárd forintot fordítottak különböző pályázati forrásokból, amelyből többek között óvodát bővítettek, a tiszaparti üdülővezetet újították meg, a művelődési ház teljes körű rekonstrukciója pedig jelenleg is zajlik. Több mint 6,5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Máté Szalkára az elmúlt 3 évben. Ez a térség egyik legdinamikusabban fejlődő települése lett. Fontos azonban, hogy az önkormányzatok ne csak anyagi támogatást kapjanak a kormánytól, hanem segítsék az identitás megőrzését és erősítését is. 2010 óta folyamatosan segíti az önkormányzatokat a kormány, hangzott el a péntek délutáni lakossági fórumon Máté Szalkán. A KDNP alelnöke kiemelte, több mint 1300 milliárd forintos adósságot vállaltak át a magyarországi települések önkormányzataitól, hogy azok életben maradhassanak és fejlődhessenek. Az olyan népesség megtartó intézkedések is ezt szolgálják, mint a családvédelmi akcióterv. Aki a települések lakosságát támogatja, az az önkormányzatot, a települést is támogatja. Nekünk nagyon fontos a kötődés, kötődés a családhoz, kötődés a szülőföldhöz, kötődés ahhoz a településhez, ahol lakunk. És ez a kötődés, amikor a családok jólétben élnek, akkor megerősödik.
erről van szó, tehát a családokon keresztül az önkormányzatokat is támogatja a kormányzat. Máté Szalka is jelentős segítséget kapott az elmúlt években a kormánytól. A város soha nem látott fejlődésen megy keresztül, több mint 6,5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett ide az elmúlt években, ez csak az elmúlt 2-3 évre értendő. Ha az összes állami beruházást nézzük, akkor több mint 12 milliárd forintnál tartunk. Ezek óriási összegek, de mindig el szoktam mondani, hogy nem erre vagyunk mi a legbüszkébbek, hanem arra, hogy ebben az időszakban micsoda közösség, micsoda összetartó közösség alakult ki Máté Szalkán. A Máté Szalkai körzet hátrányos helyzetűnek számít a régióban, itt nem csak egyszerű anyagi támogatásra volt szükség az elmúlt években. Ha a település operatív programból beszélünk, akkor nem csak fizikális, úgynevezett kő és beton elemeket lehet belőle építeni, hanem identitás erősítő programokat, kulturális rendezvényeket is lehet szervezni. Magyarul meg kell erősíteni a magyar érzést a magyar emberekbe, itt a magyar földön. De beszélhetek a magyar falu programról is, hiszen 5000 fölötti településeknél különböző infrastrukturális és közösségerősítő programok is vannak. A fórumon az is elhangzott, ezek a fejlődések csak úgy folytatódhatnak, ha egy összetartó, azonos nemzeti értékeket képviselő pártcsalád áll a települések önkormányzatai mögött. Erről dönthetünk majd október 13-án, tette hozzá a KDNP alelnöke. A remény napjának nevezte október 13-át az MSZP alelnöke hétfői nyíregyházi sajtótájékoztatóján, mint Komjáth Imre elmondta, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban számos más párttal és egyesülettel kötöttek egyességet, még nem vesztették el identitásukat. Hozzátette, arra kérik polgármester jelöltjeiket, hogy megválasztásuk esetén egyeztessenek a helyben működő nagyobb foglalkoztatókkal a munkavállalók érdekében. Ne csak a munkáltatókkal egyeztessenek, hanem a szakszereti vezetőkből hozzanak létre egy tanácsadó testületet a polgármester mellé, vonják be őket az önkormányzati munkába, akár úgy, hogy például külső bizottsági tagságot adnak nekik, és ez egy rendszeres együttműködő munka legyen. Mert így beleláthatunk abba, hogy a környékbeli munkáltatók azok hogyan bánnak a dolgozókkal. És ez nagyon fontos, mert hogy ezek a dolgozó magyar emberek, ők adófizető emberek, és ők tartják el ezeket a városokat, ők működtetik. Az újfehértói végzős általános iskolások nagyjából fele választja a szakiskolákat, a diákok másik fele gimnáziumokban tanul tovább. A településen szervezett pályaorientációs nap célja, hogy a diákok minél több szakmát megismerjenek, mielőtt középiskolába jelentkeznek. Sokszor ugyanis azért választják a gimnáziumokat, mert nem ismerik a szakmában rejlő lehetőségeket. A pályaorientáció egyre fontosabb szerepet kap az általános és a középiskolák feladatai között. Sokszor előfordul, hogy a 11-es vagy akár a végzős 12-es tanulók sem tudják, milyen pályát szeretnének választani, hol szeretnének tovább tanulni. Ezért fontos az a pályaorientációs nap, amit évről évre a diákok saját igényeik alapján szerveznek. Elsősorban a digitális témához kapcsolódó szakok, a programtervező informatika, a gazdasági informatikus szakok. Nyilván ezekből cégektől szoktak hozzánk jönni és előadást tartanak nekik, illetve úgy vettük észre a tavalyi évben, hogy az OK-s képzések is tetszenek nekik. Itt elsősorban az automechanika, az egészségügy, illetve a szépészeti ágazat, a kozmetikus, a fodrászat. Nem csak középiskolásoknak szerveznek hasonlót Újfehértún, az általános iskolások számára is fontos, hogy időben találkozzanak a középfokú iskolák kínálataival, illetve a munkalehetőségekkel. A pénteki újfehértói pályaorientációs napon is több iskola és szakma képviselője beszélt a lehetőségekről. A diákok között vannak, akik már tudják, mit szeretnének választani, de sokan nem döntöttek még a továbbtanulást illetően. Nagyjából már tudom, az informatika világa érdekel. Gyerekkoromban színész szerettem volna lenni, de letettem róla, mert elég bizonytalan pálya. Szerintem ez egy jó dolog, hogy ezt megtudjuk, hogy milyen szakmák jöhetnek, és mik lehetnek azok, amiket úgy gondoljuk, hogy dönthetünk, mikben és ilyesmikben. Jövőre szeretnék jól dönteni, és a megfelelő intézményt választani. A pályaorientációs napon gimnáziumok, szakközépiskolák is bemutatkoznak. Eddig nekem mindegyik tetszett, szóval nehéz a döntés. Még nem tudom, hol szeretnék tovább tanulni, még nincs konkrét célom. Jó tanuló vagyok, tavaly 4-esem volt matekból. Érdekel az autószerelés, ezért gondolkodtam a bánkin és a veselényi iskolán.
A pályaorientációs napnak már több éves hagyománya van Újfehértún, ettől az évtől pedig már az alsóbb éveseket is bevonták a programokba. Az intézmény nyilvántartás vezet arról, hogy a diákok szakiskolákban vagy gimnáziumokban tanulnak tovább. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy a diákjaink közel fele jelentkezett gimnáziumba, és csak közel 50% volt az a gyerekek közül, aki szakközépiskolát, szakgimnáziumot, szakiskolát választott. Olyan 2 évvel ezelőtt ez az arány megváltozott, tehát most már az elmúlt 2 tanévben több mint 50% jelentkezett szakközépiskolákba, szakgimnáziumokba, de még mindig nagyon alacsony a szakiskolákba jelentkező gyerekek aránya. A 2 általános iskolában összesen 107 nyolcadikos diák tanul, számukra volt így a legaktuálisabb az újfehértúji pályaorientációs nap. Hét testnevelő tanár vehetett át elismerést a megyei közgyűlésen. A Magyar Diáksport Szövetség és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés területén elért eredményeikért díjazták a pedagógusokat. 2014-ben kötött együttműködési megállapodást a Magyar Diáksport Szövetség a megyei önkormányzattal azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett szakmai munkát. Ez az együttműködés országos szinten is egyedülállónak számít. Az elmúlt tanévben 16 arany, 13 ezüst és 14 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A Tuzséron megtartott közgyűlésen 7 testnevelő vehetett át elismerést a tehetséggondozás utánpótlás nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért. Ezek a pedagógusok különböző versenyekre és a diákolimpiákra is felkészítik a diákokat. Évről évre körülbelül 160 ezer diák indul el a diákolimpia különböző versenyszámaiban, több mint 50 különböző sportágban, és ha területi megoszlásban nézzük, akkor azt látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ott van a sportos megyék között. Csak a tavalyi tanévben közel 15 ezer nevezést regisztráltunk ebből a megyéből, ami a megyék között az országos élbolyba emeli Szabolcs megyét. És ha már ott vannak a megye diáksportolói ezeken a versenyeken, általában nem is térnek haza üres kézzel. Mondhatom ezt, hiszen a tavalyi tanév statisztikái alapján azt mondhatjuk, hogy az eredményességi pontversenyben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a maga 18 diákolimpiai bajnokával és számos egyéb fényes érmével az előkelő 6. helyen végzett a megyék országos összesítésében. Mind az általános iskolák, mind a középiskolák mezőnyében volt szabolcsi iskola, a tavalyi tanévben az ország legeredményesebb 10 iskolája között. Az általános iskolák között a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium, a középiskolák között pedig a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium szerepelt a legjobban a helyiek közül. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most hogy a Magyar Diáksport Szövetség részéről olyan elismeréseket kaptunk itt szóba is, és éven minden évben megkapjuk, nem csak ezért, hanem az elvégzett munkáért is, amelyre azt hiszem, hogy nyugodtan lehetünk büszkék, és úgy gondolom, hogy ez is egy olyan lehetőség arra, hogy ezeken a testnevelőkön keresztül, akik a díjazásban részesülnek és az elismeréseket megkapják, minden egyes testnevelőnek is tudjunk üzenni, hogy igenis figyeljük a munkájukat, és nagyon büszkék vagyunk arra a teljesítményre, amelyet Szabolcs-Szatmár Bereg megye sportéletéért végeznek. A közgyűlésen tehetséggondozás utánpótlás nevelés kitüntetést vett át Rácné Cserés Erzsébet, a Nyíregyházi Bem József általános iskola, Kovács Tibor, a Nyíregyházi Krudi Gyula gimnázium, Szavics Bernadett, a Nyíregyházi Bem József általános iskola, Máté Tiborné, a Fehér Gyarmati Kölcsei Ferenc Református általános iskola, Kuruc Miklós, a Nyíregyházi Sólya Miklós görögkatolikus óvoda és általános iskola, Kósa György, a Pátrohai Móri Zsigmond általános iskola, és Halász Levente, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium testnevelő tanára. Az OTP Bank Liga 7. fordulójában a Ferencvároshoz látogatott a Kisvárda, ahol a több zicsert kihagyó vendégcsapat 1-0-ás vereséget szenvedett. Leandro 86. percben szerzett góljával a fővárosiak mindhárom pontot begyűjtötték. A Nyíregyháza Spartacus is Budapesten az új Hidegkuti Nándor stadionban lépett pályára, és 2-1-re kapott ki a győzelmével a tabella élére ugró MTK-tól. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
Több mint 1200 új munkahely jöhet létre a következő években Szabolcs megyében, illetve a Nyírbátori térségben. Erről Menczer Tamás államtitkár beszélt Nyírbogáton, aki hozzátette, a külügyminisztérium jelenleg 14 olyan beruházást vizsgál, amelyek a megyét érintik. Magyarországnak legalább 30 ezer aktív és 20 ezer jól képzett tartalékos katonára van szüksége, ezt a honvédelmi miniszter mondta Nyíregyházán egy tartalékos laktanya átadó ünnepségen. Benkő Tibor hozzátette, a Szabolcsi megyeszékhely mindig is jó példát mutatott a hazaszolgálatában. Mintegy 220 millió forintból készült el Dombrád új városházája. A település polgármestere a pénteki átadó ünnepségen úgy fogalmazott, a közigazgatási intézmény új stílusú épülete a városvezetők és az ügyfelek munkájának megkönnyítése mellett alkalmas lesz közösségi programok lebonyolítására is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 30-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Hétfő estig felhő átvonulások várhatók, majd csökken a felhőzet. Helyenként zápor előfordulhat, az északnyugati szél több helyen viharossá fokozódik, estétől lassan, fokozatosan veszít az erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Kedden kevés gomoly felhő és sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul. Szerdán hidegfront éri el térségünket, amely többfelé okozhat csapadékot. A front mögött sokfelé erős, helyenként viharos észak-nyugati széllel kísérve több fokkal hidegebb levegő árasztja el hazánkat, így a hét második felében hűvösebb időre számíthatunk.